Az előző videó végén még kellett volna annyit mondanom, hogy akkor elmentjük az adatbázist, úgyhogy rákatintunk erre a három kis vonalkára, és azt mondjuk, hogy e, szép. Amikor megvagyunk az adatok beolvasásával és az alapvető tulajdonságok beállításával, akkor érdemes egy kicsit megismerkedni az adatainkkal, és lekérni néhány leíró statisztikát. Hát, bemegyünk a deskriptívbe, és kezdjük is el, mondjuk először nézzük csak a demográfiai adatokhoz, ugye betehetem végül is az azonosítót is, nemet, kort, iskolai végzettséget, családi állapotot, beteszem ide a változó listába, és gyakorlatilag amire igazából szükségem van, azok a, főleg a minimum és maximum, illetve az elemszámok lesznek majd. Kikérek mindjárt rögtön mellé még egy deskriptív statisztikát, ide meg betesszük ezeket a családi körrel kapcsolatos változókat, úgy ide egy ilyen második statisztika részbe bekerültek ezek, és akkor végül kikérek egy harmadikat, abba pedig a mindenféle VB-s dolgaink fognak akkor bekerülni. Na jól van, hát nézzünk körül az adatokban. Hát egyrésztről látjuk azt, hogy e, ugye 51 főnek kéne elméletileg az adatbázisban lenni, hát vannak azért hiányzó értékek, látjuk azt, hogy a korban is van e, egy, már egy hiányzó értékünk, családi állapotnál is van egy valaki, aki nem töltötte ki a családi állapotát. A nagy kapcsolati körnél természetesen várunk hiányzó értékeket, hiszen mi magunk állítottuk be azt, hogy akinek nincsen Facebookja, annak hiányzó értéke legyen az adatbázisban és ennek megfelelően ugye várunk hiányzó értékeket a szociális média aktivitásban is, hiszen akinek nincsen Facebookja, az természetesen posztolni, kommentelni, lájkolni sem tud a Facebookon, tehát mindenkinek, akinek nincsen Facebookja, annál a szociális média aktivitás változó is üresen kell, hogy szerepeljen. És akkor itt rögtön fel is tűnhet az első furcsaság, tisztán csak az elemszámokat nézve, és egy pillanatra állítsátok le a videó és gondolkodjatok el azon, hogy az elemszámokat, csak az elemszámokat hiányzó értékeket figyelembe véve, miért fura az elemszámok és a hiányzó értékek állása ebben a kettő változóban. Remélem ti is arra jutottatok, hogy a szociális média aktivitásban legalább annyi hiányzó értéknek kéne lenni, ahány hiányzó érték a nagy kapcsolati körben szerepel, hiszen mindenki, akinek nincsen Facebookja, annak nincsen szociális média aktivitás értéke sem. Tehát, hogyha itt 13 a hiányzó értékek száma, akkor itt is legalább 13-nak kéne a hiányzó értékeknek lennie. Hát nézzük meg, hogy mi történt. Menjünk vissza az adatokra. Ugye duplán rákattintok, így sikerül megnyitnom az adatbázist, és akkor ugye ezzel a kettővel van problémám. Egy ekkora adatbázisban gyakorlatilag nem nehéz egyszerűen végiggörgetni az adatokat, hiszen csak azokat kell ellenőrizni, akinél a nagy kapcsolati kör na vel szerepel, és akkor az ember így végiggörgeti, és viszonylag gyorsan megtalálja azt, hogy ez az, az 51-es sorszámú Sanci az, akinek nincsen Facebookja, ennek ellenére szociális média aktivitás az be van hozzá írva. Hogyha nem így akarjuk megtalálni, akkor pedig, vagy mondjuk nagyobb az adatbázisunk, és azért ez egy lehetetlen dolog lenne, akkor úgy, tudnunk, úgy, tudnánk legkönnyebben megtalálni ezt, ha kijelöljük az összes adatot, azt mondjuk, hogy kezdőlap, rendezés, egyéni sorrend, és akkor az első szinten ugye rendezem az adatokat a nagy kapcsolati kör mérete szerint, és akkor beviszek mondjuk egy második sor, sort is, és itt pedig a e, szociális média aktivitás alapján fogom e, második szempont szerint rendezni, és akkor rákattintok az okéra OK és akkor legörgetek ide, ugye az aljára került az összes NE, és akkor így is könnyen megtaláltam volna azt, hogy az 51-es e, sorszámú sanci az, akinek mégis van szociális média aktivitása. Hát mit kell ez az értékkel kezdeni? Itt igazából kettő lehetőségünk van, hogyha egyértelműen meg tudom keresni az eredeti adatokat, például mert papírceruza volt, és így Egyszerűen az azonosító alapján kikeresem Sancinak a lapját, és megnézem, hogy mi történt, hogy ö, tévesen elfelejtettem bevinni a ö, Facebook ismerőseinek a számát, vagy tévesen vittem be a szociális média aktivitását. Tehát, ha ezt meg tudom tenni, akkor javíthatom az értéket, minden más esetben törölni kell ezt az értéket majd. Hát, ö, nekünk szerencsére papíralapú tesztünk volt, és van azonosítónk, úgyhogy egyszerűen kikeresem Sancinak az adatlapját. Na és hogyha megkeressük az adatlapját, akkor lehet látni, hogy a Facebook ismerősök száma az ki van húzva, és a hányat posztoloda pedig nullát írt be. E, valószínűleg ez történt, e, ez került elírásra, és ehelyett szerepel az a tízes érték. Jó, hát ebben az esetben, miután ugye nincsen Facebookja, ezért ezt a tízes értéket, amivel, ahova ő beírta ugyan a nullát, de valójában ugye akkor ez nem értelmezhető, e, ezt törlésre fog kerülni. Na, megtörtént az első változtatás, úgyhogy ezt már nem akarjuk rámenteni a nyersre. Helyette mondjuk azt, hogy file, mentés másként, és akkor most, továbbra is csv utf 8-al fogunk dolgozni, de most már a harmadik verzió, és ez a tisztítás elnevezésű verziónk lesz. Elmentettem, ugye mentem ezt az egy munkafüzetlapot, azt mondom, hogy mentés, Visszajövünk a jazzbe, de ugye ez még a VBI 2 nyers adatbázishoz tartozó jazz file lesz, úgyhogy ezt is elmentjük, azt mondjuk, hogy save as, computer, vagy itt bejövök rögtön abba a mappába, amivel dolgozok, vagy hogyha itt nincs felsorolva, akkor azt mondom, hogy Browse, a megkeresem azt a mappát, ahol mentés szeretném csinálni, ugye át írjuk most már VBI 3, ide is megadom a tisztítás elnevezést, mentem, de ugye ez az adatbázis attól még nem a tisztítás CSV-fájlhoz van ö, hozzárendelve, hanem még a nyers adatbázishoz van hozzárendelve, úgyhogy rámegyek ide a, nyilat, a vonalkákra, azt mondom, hogy Sync Data, Computer, Browse, és kiválasztom azt, hogy most ez már ne a nyershez, hanem a tisztításhoz legyen hozzá kapcsolva. Megnyitás, és akkor szinkronizálja az adatainkat. Készen is vagyunk, megtörtént a szinkronizáció, le lehet ellenőrizni. Hogyha most bemegyünk a nagy kapcsolati kör és a szociális aktivitásnak, ugye itt a végén, itt van ez a Sancink és akkor Sancinál lehet látni, hogy a nagy kapcsolati kör üres, és most már a szociális média aktivitás is üresen fog elhelyezkedni. Jó, hát menjünk tovább a leíró statisztikákkal. Ha átjövünk ide az outputba, akkor lehet látni, hogy éppen frissíti, mert hogy változott az egyik változó, ami ebben a leíró statisztikában szerepelt, éppen frissíti hozzá a leíró statisztikákat, addig, amíg ez kiszámolja magának, hogy mik az új értékek, menjünk is tovább. A VBI-ben lehet látni, hogy szerencsére senkinek nincsenek hiányzó értékei, mindenhol, mind az 51 főnek megvannak az adatai. Jó, hát ez valamiért nagyon sokáig elszinkronizálgat. Na és mire kimondtam volna, addigra befejezte a szinkronizációt, de hogyha valamiért nem akarna tudni túllépni a dolgon, akkor egyszerűen az ember változtat rajta valamit, mondjuk az érzelmi intelligenciát visszadobja, aztán megint visszatesz, és akkor lehet látni, hogy egy kicsit így magára talál a jazzpés, és sikerül neki újra a deskripti statisztikákat megjeleníteni. És akkor most már lehet látni, hogy a nagy kapcsolati kör méretén és a szociális média aktivitásnál mind a kettő esetben ugye 13 ö, hiányzó értékünk van. Jó, hát akkor a változónként az elemszámokkal megvagyunk, illetve a hiányzó értékeket is leellenőriztünk, nézzük a többi statisztikát, amivel mivel mit lehet kezdeni. Hát egyrésztről ugye nemi változónál az átlag látjuk, hogy másfélnél van, egy picit több, mint másfél, az azt jelenti, hogy egy icipicit van több női adat, mint férfi adat, de eléggé kiegyenlítetten férfiak és nők vannak, és ami nekünk most fontosabb, az az, hogy a minimum és a maximum az egy és kettő között helyezkedik el, vagyis e, tényleg csak férfi és női adatok szerepelnek az adatbázisban. No hát a koradatokat vizsgálva lehet látni, hogy az átlag életkor gyakorlatilag 50 év, és ami ennél is furcsább az az, hogy a szórás az 90 év, ami azt jelenti, hogy az embereim 60-70 a az valahol 50 plusz 90, 140 év, 50 minusz 90, azaz mínusz 50 év között helyezkedik el, ez már önmagában nagyon gyanús, de hát elég gyorsan meg is találjuk rá, hogy mi itt a tényleges probléma, az, hogy a minimum 18 éves teljesen rendben van, ugye 18 év fölöttiekkel vetettük fel a kérdőívet, a maximum azonban 666 év, ami gyakorlatilag halandó ember koraként nem elképzel. Érték. Hát ez valami hibás érték lesz, úgyhogy keressük meg ezt a hibás értékünket, visszajövünk az adatainkhoz, és megint csak egy ilyen pici elemszámnál, akár a kor adatokban is könnyedén megtalálhatnánk a 666 évesünket, ott is van nóném no jeligével, de hogyha nem így akarjuk keresni, akkor duplán rákattintunk, és akkor megnyílik a most már a VBI 3 tisztítás CSV fájl, ugye kijelöljük az adatainkat, azt mondjuk, hogy kezdőlap, rendezés, egyéni sorrend, ugye visszaveszem az előző szinteket, itt egyszerűen törlöm ezeket a szinteket, és akkor azt mondom, hogy az, a, ugye, ez egy szint, az mindenképpen van, most ne a nagy kapcsolati kör alapján, hanem a kor alapján legyen a sorba rendezés. Rákattintok az okéra, okay és akkor lehet látni, hogy 18-tól indul, és lemegyünk egészen, van egy személy, akinek hiányzik a kora, a Sanci, őt ugye láttuk, és ez rendben is volt. Itt van Nóném, aki 666 éves, illetve itt van Piramis, aki meg 126 éves. Az ezt követően van még Kőbánya, aki 77 éves. Ö Hát, 77 évest azt még elképzelhetőnek tartom az adatbázison, de lehet egyébként, hogy akár már őt is ellenőrizném. Hát ezt a piramis 126 évvel azért ő már híradóban lenne, úgyhogy inkább ellenőrzöm az ő adatát is, és ezt a nónémet no ezt mindenképpen ellenőrizni kell. Hát szerencsénk van továbbra is, mert papír alapú, papírceruza alapú tesztünk van, úgyhogy le tudjuk ellenőrizni azt, hogy ehhez a két jeligéhez, milyen kitöltések tartoznak. Jó, hát itt van ez a piramisnak az adatbázisa, eh, ahol rögtön lehet látni, hogy ő nem 126 éves, hanem 26 éves minden más adata teljesen normálisnak tűnik, párkapcsolatban élő főiskolát végzett, van egy szép kiterjedt Facebook ismerős hálózata, teljesen rendben van a, a, kapcsolat, a szűk kapcsolati méretéhez, hány ember sorolt föl, úgy tűnik, hogy a, a, közepes kapcsolati méret is rendben van, kérdőív is rendben van, mi írtuk el, 126-ot írtunk 26 helyet. Ebben az esetben az ő értékét nem kell törölni, egyszerűen visszamegyünk majd az adatbázisba, és a 126-ot átjavítjuk 26-ra a helyes értékre. Na nézzük meg ezt a következő személyt, ez a no-name jeligéjű személyt. Lehet látni, hogy nála nem mi írtuk el a korát, hanem tényleg 666 évesnek vallja magát. Egyébként férfiről van szó, általános iskolát végzett egyedülálló. Na hát a Facebook ismerősök számánál is egy rendkívül humoros érték szerepel, aki érti az utalást, az érti, aki nem, az nem. És egyébként, ha megnézed, akkor itt a e, e, szűk e, családi környezet, megint megjelenik egy 6, és utána megjelenik egy 9 illetve a kérdőívnél is lehet látni azt, hogy azért nem feltétlen. Nyilván egy ilyen rövid kérdőívnél előfordulhat, hogy valaki minden egyes állítása teljesen jellemzőt jelöl, de a másik adatai mellett én azt mondom, hogy ez a személy, ez, ez nem valid, nem tekinthetjük egyik adatát sem validnak. Na, ilyen esetben, amikor úgy döntöttünk, hogy ennek a személynek az adatai val nem érdemes, Mes foglalkozni, ilyenkor az egész sort ki lehet törölni, tehát ezt az egész no -name sort ki fogjuk törölni. Ha csak olyan történne, hogy egyetlen adata valamiért úgy tűnik, hogy az valami hibás adat, de egyébként a többi adata az úgy tűnik, hogy azok valid, reális adatok, akkor nem kell mindig minden hibás adathoz az egész szemét törölni. Olyankor megteheted azt, hogy csak azt az egyetlen hibás adatot törlöd, ami ahhoz az egyetlen személyhez tartozik. Ebben az esetben én erre a nónémre no azt mondanám, hogy neki az egész kérdőíve komolytalan, és az egész ö, adatsorát törölném az adatbázisunkból. Hát tegyük is ezt meg. Visszajövünk ide az adatbázisunkba. Egyrészt ugye piramisnál egyszer át kellett írni, hogy ő 26 éves legyen. Ezt a nónémet no meg az egész sort törölni fogom. Azt úgy teszem meg, hogy itt Excelben az 51-es számra rákattintok, itt a vonalzónál. Jobb gombbal, amikor kijelöltem az egész sort, jobb gombbal rákattintok erre a kijelölésre, és azt mondom, hogy törlés. És akkor ezáltal sikerült törölnöm. A, az egész nónémhez no tartozó sort rámentek, visszajövök ide a jazzbe, és akkor ha automatikus frissítésre van állítva a jazzpetek, akkor ha legörgettek, akkor most már lehet látni, hogy piramishoz 26 nónémet no meg egyáltalán nem fogjátok már megtalálni. Ha esetleg nem frissítene a jazzpetek, akkor ugye be kell állítani itt a Preferences-ben. Data és hogy Synchronize Automatically. Illetve kényszeríthetitek is a Jazzpet egy szinkronizálásra, ezt pedig ott találjátok meg, hogy Sync Data, current file, és akkor vagy rákattintatok erre, vagy pedig a Ctrl Y-t kell ugye megnyomni, és akkor azáltal is szinkronizál, szinkronizálni fognak az adatok. Na visszamegyünk az outputhoz, és akkor most már lehet látni, hogy a kor adatában a minimum az 18, a maximum pedig 77 éves.